Jó estét kívánok! A műsor mai házigazdája én leszek. A vendégem pedig Köves Lomo, az Egységes magyarországi Izraelita Hitközség egyik alapítója, vezető rabbia. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A beszélgetésünk témája mi lenne más, mint a szeretetszolgálat tevékenysége? Hiszen nem azt mondom, hogy hiánypotló tevékenységet végeznek Magyarországon, de ebből nincs elég soha. Szeretett szolgálatból soha nincs elég, sajnos, mindig, mindig el kell a segítség és az egyházi szeretett szolgálatok mind élen járnak úgy általában a karitatív munkában. Az emiknek az általán vezetett zsidó hitközségnek a szeretett szolgálatotán abban mégiscsak kiemelkedik, hogy az, az, az mégiscsak egy, nem azt mondom, hogy szokatlan, de egy, egy újszerű vállalkozás, hogy egy zsidó hitközség az kilép a saját keretein kívülre, mint hitközség, és nem csak a közösségen belül, hanem vallástól, származástól függetlenül mindenkinek próbál segíteni. Hogy ez miért alakult így, hiszen mégis a zsidó gondolatban, a zsidó keresztény gondolatban nagyon mélyen benne van a felbaráti szeretet, és az egymás segítése vallási és származási oltatázástól függetlenül. Nyilvánvalóan a történelm során nem mindig ad az ott lehet, lehetőség. Ugye akkor, amikor a, a, zsidó közösségek mondjuk megkülönböztetett módon gettokba voltak zárva, akkor nyilván kevésbé merült föl, hogy segítséget nyújtsanak a gettok falain kívül. De Magyarországon annak például, hogy hogy gazdag zsidó emberek vagy vállalkozók azok aktívak legyenek az általános karitatív munkában, annak nagy hagyománya van. Ilyen például a, ilyen volt például a vagy Goldberger, nagy gyárosok a második világháború előtt, akik sok tízezer fős népkonyhákat tartottak fönn. Mi úgy gondoltuk 2015-ben, hogy eljött annak az ideje, hogy hál' Istennek egy olyan szabad országban élünk, ahol eljött annak az ideje, hogy mi is kivegyük a részünket a karitatív munkából. Így alakítottuk meg az emiknek a szeretett szolgáltát, és azóta azt hiszem, hogy büszkén mondhatjuk, hogy nagyon sok mindent letettünk az asztalra. Az emik most már egy másfél éve egy népkonyhát tart fenn, ahol naponta 2500 adagételt osztunk ki Budapesten. Segélycsomagokat viszünk elsősorban Észak-Kelet-Magyarországra. Kétszer volt, hogy a karitatív tanácsal közösen részt vettünk egy olyan programban, ami Kárpát-Ukrajnába, kárpát, kárpát ajára vitt, küldött adománycsomagokat. Ösztöndiakkal segítünk olyan fiataloknak, akik nehéz helyzetűek, és a tovább tanulásukban tudunk itt segíteni. Gyermekotthonoknak segítettünk, és most a legújabb programunk, amit most indítunk ebben a tavaszi időszakban, ez a Hitkösség a Közösségért program, ami arról szól, hogy megpróbálunk egy kicsit a főváros bűvköréből kilépni. Megkerestük a legelmaradottabb térségeknek a, a legrászorulóbb településeit. Most jelen pillanatban nyolc ilyen településsel kötöttünk egyfajta együttműködési megállapodást, amiben arra kértük a helyi polgármestereket, önkármányzatokat, hogy segítsenek nekünk eljutni a, ezeknek a településeknek a legszegényebb családjaihoz, hogy tudjunk szociális segítségnyújtást adni, oktatási segítségnyújtást adni. Nem lepődtek meg? De. De, azért nagyon örültek mindegyik településen. Gondolom nem utasítja vissza senki nem. A segíteni őket. E és nagyon jól esett nekik, hogy, 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 hogy gondoltunk rájuk. Ezek közül a települések között el majd a, a beszélgetés aljában szívesen elmondom, mert számomra is, aki azért főleg Budapesten élek, egészen megdöbbentő, hogy, hogy milyen, mennyire más világ mondjuk 150 en Személyesen kérdésen. elment? Természetesen, nem, nem az összes helyre, de, de, de e három településen én is ott voltam, amikor aláírtuk ezt a megállapodást. Ugye ezeknek az a lényege, hogy ne csak egy egyszeri segítségnyújtás legyen, hanem érezzék azt, hogy mi szeretnénk, hogy ez egy hosszú távú együttműködés legyen, hogy hogy valóban közösen gondolkodni az adott településnek a, a jelenéről, jövőről, azok, azokkal a szerény eszközökkel, amikkel mi ehhez hozzá tudunk segíteni. Tehát ugye megkerestük ezeket a településeket, ilyenek vannak ebben, mint Tiszabúra, Tiszalök, Szorgalmatos, Tiszadada, Rozsály, ezek főleg szabolcs már és Borsod megyei települések. Különben nagyon érdekes volt zsidó szempontból is, mert ezek közül mindegyik, talán egy kivételével mindegyiknek van zsidó múltja, van zsidó temető, nyilván oda is ellátogatunk, és sok helyen nagyon ápolt körbekerített a temető, van, ahol kicsit elhagyatottam, akkor arról is beszéltünk, hogy azt hogyan tudjuk közösen méltóság teljesen megőrizni. De nagyon örült kérdésére válaszol, nagyon örültek ezek a ennek a polgármesterek és azok is, akiknek segítettünk. És azt gondolom, hogy, hogy hogy tudtunk is segíteni. Most közel 300 családnak vittünk összességében segélycsomagot, ez tartós élelmiszer-higiéniai csomag. Tehát olyan borzasztó állapotok, például az egyik településen, ez most tudom, hogy, hogy nagyon durván hangzik, de hát volt egy olyan település, ahol azt mondták most nevek nélkül, hogy patkány mérget kérnek, mert vannak olyan házak, ahol a gyerekeket eszik a patkányok. Éjszakánként, alvás közben. És az egyik településen megkérdeztem a, a polgármestert, amikor úgy sétáltunk, megnéztük a zsidó temetőt, meg a csomagosztás előtt, hogy mi az, amiben hosszabb távon tudnánk segíteni, egy nagyobb dolog, ami kicsit intézményesebb, és képzelje azt mondta, hogy hát ide WC- kellene. És mondom, hogy hogy. hogy Ezzel találkoztam ezzel a problémával uh -huh. más hasonló településen egyébként. Ugye az újságírói munkának az az egyik, nem is tudom, áldása néha hátránya, hogy nagyon sok helyre jutunk, és nagyon sok emberi sor szembesülünk mi is, és ilyenkor nehéz szó nélkül elmenni bármi mellett, meg hát nyilván az ember ezt nem is teszi meg, meg nem is teheti meg, de ez egy visszatérő probléma, hogy, hogy tényleg a, a, WC hiányzik ezekből a háztartásokból. Hát és ha az ember ugye belegondol, hogy ahol a WC hiányzik, ott valószínűleg sok minden más is hiányzik. Igen. De hogy, és akkor nem, én nem is értettem, hogy mondom, hogy, 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 hogy milyen WC. Hát és akkor kiderül, hogy hogy nincs bekötve a víz, természetesen, de nem, hogy ilyen wc hanem még kerti wc sincsen. Most, hogy akkor ott milyen higiéniai és milyen állapotok lehetnek, milyen lehet egy ilyen családba beleszületni, mennyire egyenlő eséllyel születik egy ilyen családba egy, egy gyerek, abba tényleg hátborzongat. És... és amikor felteszik a kérdést, bocsánat, csak biztosan találkoztak önök yeah. is ezzel, hogy hogy miért hiányzik a, a kerti WC, akkor erre gyakran az a válasz, hogy hát néha felépítik, csak télen, amikor jön a fagy, és nincs mivel fűteni, és nem tudják, hogy honnan szerezzenek tüzelőt, vagy ami kevés van, az pedig hamar elfogy, akkor lebontják ezt a WC-t, és azzal tüzelnek most addig, elégeti, amíg tudnak. Igen. Tehát, hogy csöbörből, vödörbe. gyakorlatilag. Nem be, vagy fázom, vagy wc van. Igen, és akkor még kérdeztem, hogy mégis mi, miről beszélünk. Ez egy olyan település, most direkt nem mondom a település nevét, nem akarom őket, hogy, hogy milyen kellemetlen helyzetbe hozni, de kérdeztem, ez egy olyan település, ahol három ezeren laknak és kérdeztem, hogy mégis hány házról beszélünk, az, hogy nagyjából egy olyan száz. És mondom, mennyibe kerül egy ilyen WC? Hát az mondja, hogy egy 30 ezer forint. Magát a a gödröt azt közmunkásokkal megcsinálják, és úgy belegondoltam, hogy ez most az ember számol, az nagyjából 3 millió forint, de hogy száz családnak az életét azért ez meg tudja változtatni. Különben ezekben a, ezeknél a települések nem most már ugye tavaszban egy kicsit kevésbé volt rá szükség, de már februárban elkezdtük, és akkor tűzifát is vittünk, rozsájra például ott már januárban vittünk tüzifát. Tehát az, ami az embernek úgy Budapesten, a belvárosban eszébe se jut, hogy, 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 hogy milyen körülmények, és, 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 milyen az élet egy ilyen helyen. Aztán persze arra nem is beszélve, hogy az ember megy egy ilyen településre, 20 kilométer az autópályától, és hát az, a, a, az, úton több a folt, mint a, az út, tehát mondjuk egy 40-nel többen nem lehet menni, és akkor az ember azt is végig gondolja, hogy persze, miért nem dolgoznak ezek az emberek. Hát ugye a helyben nem mindig van munkájátőség, bár most azt mondják, hogy sokkal jobb a helyzet, mint egy pár évvel ezelőtt a közmunka miatt is, meg amúgy is sokkal több munkahely lett. De hát, hogyha el akar menni dolgozni, akkor oda el kell jutni minden nap. Ugye a helyben nem mindig van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nekünk is tanulságos, és én azt is szeretném, hogyha a hitközségnek Tényleg legyen egy kölcsönösség ebben, tehát azért a mi fiataljainknak is, akik azért főleg Budapesten koncentrálódnak, a mi középiskolásainknak is jó lenne azért azt látni, hogy, hogy sokféle emberi sors van, ahogy ön is fogalmazott, mert ebből azért az ember sokat tud tanulni. Meg feladat feladatot szül, ha, Én, hogy igen. azt ön látja is a szeretett szolgálat tevékenységén belül. Hogy lehet azt megoldani, hogy ezek a családok folyamatosan egy ilyen rossz körülmény között hajlandóak, képesek és a lehetőségük szerint boldogulnak is, de azért folyamatos segítségnyújtásra van szükségük. Hogy lehet azt eldönteni vagy meghatározni, hogy meddig tudok segíteni ezeknek a családoknak? Mert önöknek is vannak kereteik, amikben benne kell maradni. Tehát, hogy egy idő után azért az anyagiak is elfogynak, a jó szó az megmarad, csak az nem mindig segít. Igen, nyilván itt az első lépés csak az, hogy, hogy egy kis figyelem, és hogy jó esik, hogy valaki figyel rám. De hát az, amit ön kérdez, ez egy nagyon fontos kérdés, mert egyrészt kiválasztani, hogy ki az, aki tényleg érdemes, vagy aki, aki segít a segítség, mert gyakran van, hogy a segítség az igazából nem segítség. Tehát, hogy választjuk ki ezeket a családokat? Itt azért mindig nekünk az a tapasztalatunk, hogy érdemes együttműködni minden rossz nyelv dacára, érdemes együttműködni a helyi polgármesterekkel. Ne, én nem tapasztaltam azt, hogy ezek kis királyok vagy kis diktátorok lennének. Ezek helyi emberek általában, akik azért mégis a történet végén a szívén viselik a, a dolgokat, és a helyi viszonyokat ismerik. Tehát az, az velük egyeztetni, hogy ők segítsenek a családok kiválasztásában. Én nem találkoztam olyan családdal, aki nem lett volna rászoruló mm. ezek közül a családok közül. De a következő kérdés valóban az, hogy jó, most elviszünk egy, egy, egy ételcsomagot, egy, egy tűzifát, és itt tovább, de hogyan tovább? És itt persze, hogy a, a legfontosabb dolog, ugye a, a zsidó hagyomány is azt tanítja, hogy munkát adni valakinek az mindig sokkal nagyobb segítségnyújtás, mint adakozni, mert az adakozás egy idő után még ráutaltságot is eredményez a, 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 annak, akinek segítünk. Vagy tanítsd meg hallat fogni. Így ugye. van, ugyancsak egy, egy másik, de nagyon testvéri vallás tanítása szerint. Én például az egyik településen, voltunk, ott az, arról beszélgettünk, hogy esetleg milyen olyan Munkalehetőségi szerény keretek között, de milyen olyan munkalehetőségi ö, lehetőség van, amiben a, a hitközség is tudna segíteni? Helyben az emberek szeretnének dolgozni, esetleg tudunk-e találni olyan befektetőt, ahol ami egyszerű, könnyen betanítható munkával, valamilyen helyi. Hát mondjuk van olyan település, ahol 800 embernek kellene munka, ebből 150 közmunkás, mondjuk még százan dolgoznak valamilyen környékbeli vállalkozásban, tehát van még 5-600 ember. És ugyanezen a településen van 600 gyerek, tehát azért szerintem ez az igazi feladat, és ezen kell, ezen szeretnénk rajta lenni, hogy, hogy, hogy szépen lassan mi is abban tudjunk segítkezni, hogy valami módon ezek a települések minél több lehetőséget kapjanak arra, hogy hogy saját lábra álljanak. No, is ugye a gondolatot onnan indítottuk, hogy mindannyian örömmel fogadták önöket ezen a településen, de azért mégiscsak meglepődtek a családok. Milyen kérdéseket fogalmaztak meg, amikor önök így megjelentek, hogy hát azért jöttünk, hogy segítsünk? Nekem az a tapasztalatom, hogy most ebben a hitkösség, a közösség programban, amit az EMIC most ezekben a hónapokban indított ezeken a vidéki településeken, ott is más a fogadtatás, meg amikor a fővárosban végzünk karitatív munkát, ott is más a fogadtatás. Kezdve a fővárossal, ott azok, akik igénybe veszik a segítséget, őnek az is valahogy már föltűnik, hogy hogy akkor ez egy zsidó hitkösség, és akkor a zsidók most mindenkinek segítenek. Elnézést, hogy ezt így mondom, de. És akkor ez a téma valahogy úgy fölmerül, és én azt gondolom, hogy, hogy összességében ennek van még egy többletértéke, hogy az egész a zsidóságról kialakult kép, ami egész máshonnan táplálkozik nagyon sok esetben, az, az egy kicsit tud enyhülni, érzékenyülni, kapnak egy, egyfajta tapasztalatot, tehát például a népkonyhánkon, ahol minden nap 2000 ember megfordul, ott azt gondolom, hogy ennek, ennek van egy társadalmi hatása is. Ezeken a szabolcs mári vagy mosti telepéseken még abban sem biztos, hogy az embereknek, a rászorulóknak egy nagy része pontosan érti, hogy ez most zsidó, nem zsidó. Ő azt látja, hogy valamilyen egyházi szervezet, és az a fejében megvan, hogy ezek az egyházak ezek segítenek a rászorulóknak, és ez szerintem teljesen rendben is van. Tehát mi nem azért megyünk, hogy ott nem tudom én a hitet osszuk, hanem. hanem Még ezt kell nem kell magyarázni, nem? Tehát az ember segít a másik emberen. Van egy Zsidó, nem segény. zsidó, Igen. segít neki. Így van, így van. No, és akkor ezt ők kellemesen fogadják, örülnek neki, most már nagyjából tisztába teszik, hogy azért uh -huh. mégiscsak honnan érkezik a segítség, de abban is biztos vagyok, hogy először talán bizalmatlanok is lehettek. Mert hogy amiatt, hogy ide jön valaki, aki segíteni akar, lehet, hogy valami más is van e mögött. Uh -huh. Hát mi is azt gondoltuk különben, most konkrétan ennél a, a, az elmaradott térségek településeinél, hogy, hogy lesz sok bizalmatlanság, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Tehát, hogy valami, persze akarták érteni a polgármester, akkor most pontosan mit akarunk, valami politikai céljaink vannak, vagy hasonlók, de én azt gondolom, hogy azzal, hogy, hogy mi igazából kezdeményezők voltunk, és, és egy ilyen indító segélyszállítmányjal oda mentünk, megkérdeztük, hogy ők mit szeretnének, és mi nagyon érdekes, mert itt nem csak ebben az együttműködésben nem csak a szószoros értelmüvet, mint szociális szociális segítségnyújtás, az, ami szerepet játszik. Megkérdeztük a település polgármestert, hogy miben tudnánk segíteni. Természetesen mondtuk, hogy most indítunk egy ilyen ö, szociális segítségű de volt olyan település, ahol azt mondta a polgármester asszony, hogy, hogy nekik van minden évben a falunap, ami a legnagyobb esemény a, a településen, és mindenki szeret részt venni rajta. És hát milyen nagy dolog lenne, hogyha a végre egy ugrálóvárat várat lehetne a gyerekeknek felállítani a falunapon. Ami még egyszer mondom, ugye innen Budapestről nézve nem tűnik egy olyan hatalmas dolognak, de szorgalmatosan például ez mégiscsak egy olyan dolog, ami nem elérhetetlen, de már nem fut rá a, 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 a önkormányzatnak a, a költségvetéséből. Tehát ilyen jellegű dolgokban is e, próbálunk e, segíteni, és én nagyon remélem, hogy ezzel egy, egy hagyományt tudunk teremteni, és tényleg Eh, hogy mondjam. Szóval nem kell a világ végére elmenni ahhoz, hogy, hogy az ember segíteni tudjon. Meséljen egy picit az önkénteseikről. Említettük már a fiatalokat, hogy nekik is mennyire fontos, főleg a budapesti fiataloknak, hogy elmenjenek ezekre a településekre, és szembesüljenek azzal, hogy vannak más életkörülmények is, amiben emberek a mindennapjaikat élik. De hogy az önkéntesek kikből állnak? Eh, nagyon jó kérdés, és azt mondjuk rátapintotta lát, az ilyen karitatív szervezeteknek, mint az szeretet MI szeretetszolgálatának is egy egy központi kérdésére, mert ugye ezt a munkát el kell végezni, itt nyilván kell, hogy legyenek állandó munkatársak, akik nagyon büszkék vagyunk, de az emik Szeretett Szolgáltának jelenleg több mint 300 eh, regisztrált önkéntese van, erre nagyon nagy hangsúlyt is teszünk, ugye ezek az önkéntesek, ezek folyamatos információkat kapnak a különböző programokról, a különböző eh, eh, akciókról, eh, van egy állandó hírlevelünk, és hogy mi az összetétele az önkénteseknek, az is nagyon érdekes, meg milyen munkát tud végezni egy önkéntes, mert erről is talán sokan nem tudnak, és lehet, hogy a rádióhallgatókat is ez érdekli, de egyrészt van egy program, ami még a fiatalokra visszatérve, ami, ami azt láttam, hogy nagyon hasznos, hogy egy pár éve ezelőtt bevezette a kormány, hogy minden középiskolásnak az érettségéhez szüksége van, azt hiszem, 50 óra önkéntességre, és ezt használják is a gyerekek, tehát nem csak a saját iskoláinkból, hanem a világi iskolákból is megkeresnek minket szülők vagy gyerekek, hogy szeretnének részt venni. De ami érdekes még, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen minden szelete most, hogy a korosztályt nézzük, a társadalomnak megjelenik az önkéntesek között. Nagyon nagy ö, arányban vannak nyugdíjasok különben, tehát olyan emberek, akik már nem dolgoznak, de szeretnének hasznosak lenni. Vannak olyan emberek, ugye van például egy adományboltunk is, az emiknek működik egy adományboltja a Baros utcában, a 8. keretemben. Ugye nagyon sok adományt kapunk, ezek főleg ruha adományok. Ugye ezek azért különböző minőségűek, és ezt szét kell válogatni, meg kell nézni, hogy, hogy mi használható, mi nem, ki kell mosni, össze kell hajtogatni, ez le egy részre kerül az adományboltba, ahol 100 forintért bármelyik darabot meg lehet venni, részét elküldjük vidéki településekre. Ez egy munka, ez egy folyamatos munka, vagy egy félemelet, ahol ezzel foglalkozunk. Eszméletlen sok ilyen, ilyen használt ruha, meg játék hasonlók jönnek. Van aztán olyan karitatív munka, ami mondjuk, vagy önkéntes munka, ami sokkal keményebb, ilyen mondjuk például a népkonyhán 2000 adagételt naponta kiosztani. Most ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy két helyszínen is osztunk. Az emiknek van egy szeretett konyhája, mind a kettőt. A Weiss Manfredról neveztük el, az előbb említettek miatt, az egyik a Murány utcában, a másik a Baros utcában, mind a két helyen egy olyan 1500 ember fordul meg, délelőtt 10 és délután kettő között. Ez egy hatalmas tömeg, és itt nagyon flottul kell, hogy menjenek a dolgok. És akkor vannak olyan, például van olyan vállalkozó, aki, aki banki üzletember, aki, aki hetente egyszer eljön, hogy ebben részt vegyen, mert azt mondja, hogy azért szeretne valami um, Istennek és embernek tetsző dolgot is csinálni. Um, le, és aztán... Le, lemegy a nép közé. A nép közé. <laughs> azt szerint, na, De tanulságos. jó ez egyébként, <laughs> tehát, hogy még mielőtt bárki úgy gondolná, hogy gunyaladom, nem igaz ez szerintem követendő példa. Abszolút, hát minden elismerés az ilyen. És aztán vannak ugye a nyugdíjasok, és van még egy kategóriája az önkénteseknek, ami nagyon érdekes, például olyan települések, amiről az előbb beszéltünk, egy évvel ezelőtt, akkor csak azért mondom, mert ez megint csak egy személyes élmény egy évvel ezelőtt, voltunk Sajóbábonyban, és ott egy nagyon nagy mennyiségű tuzifával segítettük a, a kömben azt érdemes megemlíteni, ez Mága Zoltán adományából, tehát itt érdemes az adokozókat is bevonni, meg megemlíteni. És ott, a, az ön, ott van egy fix önkéntes csapatunk, akik tulajdonképpen a rászorulók közül kerülnek ki, akik segítenek ilyenkor a, a, a faosztásban. Nagyon fontos mindig, ami ezt, ezt Sajnos vannak karitatív szerzetek, akik egy kicsit nem elég hangsúlyt tesznek erre, és ez, 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 ez sokszor zsákutcába vezet, hogy nagyon fontos a helyismeret. Tehát az ember oda megy egy nagy adag fával, akkor, és nem mondja, hogy hova jött, kihez jött, nincs egy helyi kapcsolat, akkor, akkor nagyon mellé tud menni az egész. Nem mert... is foglalkoznak vele, vagy pedig sértésnek veszik ott helyben. Tehát így mind van. a kettő megszokott jelennie. Így van. van. Úgyhogy fontos, hogy ilyenkor legyenek helyi önkéntesek, és az összes többi településen is ilyenkor a polgármestert kérjük, hogy a helyiek segítsenek az osztásban, mert akkor még az az érzés is sokkal kevésbé van meg, hogy na ide jöttek a pestiek, ők majd itt osztják nekünk, és lenéznek rá, hanem egy, egy közös együttműködés. Picit menjünk még vissza a kezdetekhez. 2015, amikor a szeretett szolgálat így megalakulhatott, és ugye említette a felvezetőben, hogy különböző okokból ennek nem ilyen jellegű hagyományai voltak a zsidó közösségen belül. Hogy vette ezt a közösség? Főleg most, hogy már ennyire terjeszkednek és ennyire szerte ágazó tevékenységük. Először biztosan csodálkoztak. Ez nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból és akkor talán itt egy kis kulisszatitkot árulok el, de bizonyos szempontból a közösség felé ennek még, tehát a zsidó közösség felé ennek még egyfajta missziós jelentősége is van. Ugye, aki ismeri a magyar zsidó közösség összetételét, azt tudja, hogy azért az a 100-200 ezer zsidó ember, aki Magyarországon él ennek, a nagy többsége nem aktív nem a hitéletben nem aktív ember, megint csak különböző történelmi okoknál fogva, tehát nagyjából olyan 10% lehet aktív. De azt azért látjuk és érezzük, hogy ezeknek az embereknek egy nagyon nagy, akik többségükben, a társadalmi elhelyezkedésükben, ugye nagyjából olyan középosztály, vagy felső középosztály beliek, a, a, a szociális érzékenységi szintjük az nagyon magas. És ezért azt látjuk, hogy minden ilyen karitatív tevékenységhez nagyon sok olyan ember is jobban rezonál, aki mondjuk egy zsinagógai szertartáson kevésbé érzi otthon magát. De eljönni, önkénteskedni, vagy besegíteni mondjuk a tiszalöki, mentőszolgálatnak valamilyen ilyen orvosi készülékkel, arra sokkal inkább rezonál, mert úgy érzi, hogy ez valami, az ő, ami az ő értékvilágában is megvan. Tehát ilyen szempontból abszolút nem csak, hogy pozitív a, a fogadtatás, hanem azt gondolom, hogy sok embernek, sok zsidó embernek is egy lehetőség valamilyen módon bekapcsolódni a közösségi ö, ö, életbe. Úgyhogy csak pozitívan, pozitív ö, visszajelzéseket szokunk kapni. Mi érdekes, hogy abban a szempontból is, mert ugye mi Ugye most van az 1%-os adó egy százalékos ö, időszak, és mint minden egyház mi is ugye próbáljuk az adó 1%-a gyűjteni, és különböző években különböző ügyeket tettünk az adó egy százalék középpontjába. És most. Ö, az elmúlt pár évben a szociális segítségnyújtást tettük, most ugye ez a hitközség a közösségprogramért van a középpontban, és azt látjuk, hogy a közösség sokkal erősebben ezon ezekre az üzenetekre, mint amikor valamilyen vallási célt vagy akár oktatási célt is megnevezünk. Még ha egy percem van, akkor azt elmondanám, hogy megjelent egy. Egy nagyon érdekes szociológiai kutatás Kovács András professzor vezetésével egy évvel ezelőtt, amiben a magyar zsidó közösség szociológiai térképét rajzolja föl, és az látszik, hogy amikor megkérdezik a zsidó embereket, hogy, hogy, hogy mi az, amiben ők a zsidóságokat megélik, akkor az első két helyen a, a szociális segénységnyújtás és az oktatás van, és csak utána következik a vallás, Izrael, a holokauszt, tehát, hogy ezek olyan értékek, amelyekre erősen rezonál a közösség. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma este. A mai vendégünk Köves Loma az Egységes Magyarország Izraelita Hitközség egyik alapítója, vezető rabbia volt. Műsorunkat visszahallgathatják egyébként a mediaclick.hu weboldalon. Marton Adrián hallották.